Hiába sírsz, úgysem bocsátok meg neked. Nagyon sajnálom, Juan. De hidd el, hogy okom volt rá, hogy így döntsek. Tisztában vagyok azzal, hogy szörnyű dolgot tettem. Életem legnagyobb hibáját követtem el. De nem vagyok olyan rossz ember. Egyszerűen csak hibáztam. Jó, rendben. Jól van. Meghallgatlak, de csak azért, mert annak a nőnek vagy az anyja, akit 20 évig szerettem. Hidd el, hogy annyira szerettem Gabrielát, mint soha senki mást a világon. És amikor először találkoztunk, mi egyedül voltunk. És te fényt hoztál a szürke életünkbe. Már a kezdetektől úgy szerettelek, mintha a saját fiam lettél volna. A fiam. Gabriela is imádott. Emlékszem arra a napra, amikor megjelentél, és azt mondtad, hogy nagymama leszek. És akkor... attól a pillanattól... Én a születendő unokámmal voltam elfoglalva. Az volt a legfontosabb, és elhatároztam, hogy mindenben segíteni fogok. A szülésig mindenben segíteni akartam. Eljött a nap. Otthon voltam, és Gabinak kerestem ruhákat. Valaki kopogott. Megnéztem, hogy ki az. De csak egy kosarat találtam a lépcsőn. Tatu volt a kosárban. És egy üzenet, hogy vegyem gondjaimba. Nem tudtam, hogy ki ez a baba. Nem tudtam. Nem tudtam ki ő, de fogtam, és bementem bele a kórházba. Hogy megnézzem, mi van Gabrielával, és akkor megjelent az orvos, és azt mondta, hogy a kisbaba, akit annyira vártatok, Juan, sajnálatos módon halva született. És hogy soha többet nem lehet gyereketek. És akkor megöleltem a kisbabát, aki a kezemben volt. És hálát adtam Istennek a csodáért. Nektek adtam őt, hogy neveljétek fel. Ő lett atyána. És szerintem... ez volt a legjobb, amit abban a helyzetben tehettem, Juan. Mindezek ellenére hálás vagyok azért, amit a nagyi tett, mert így te lehettél az apukám, tudod? Édesem, kérlek, gondolj arra a 20 évre, amíg Tatjana apja voltál, hogy milyen boldog voltál, gondolj erre, Juan. A jövőre gondolok, Páz. Semmi sem fog változni. Még mindig a te lányod vagyok. Nem tudom, hogy mit csináljak még. Hogy végre megbocsáss nekem, Juan. Igazad van. Semmi olyat nem tudsz csinálni, ami miatt meg tudnék bocsátani. Ezt értsd meg. Én akkor is mindig melletted leszek. Mert úgy szeretlek, mintha a saját fiam lennél. A hátralévő életemet arra fogom szentelni, hogy megbocsáss nekem, édesem. Jó, persze. Mintha a saját fiad lennék. Nem olyan bonyolult ez, Victoria. Lefeküdtél a férjemmel, vagy sem? Sandra, hogy kérdezhetsz tőlem ilyet? Ezt tőle kellene megkérdezned, nem tőlem. Ez már az én intim szférám. Szóval igen. Együtt voltatok, jól van. Nem, Sandra! Már terhes voltam, amikor újra összefutottam Corradoval, úgyhogy nem történt semmi. Csókolóztatok? Ah, persze. Jó. Nem. Nem csak tolakodó vagy, de nyers is és tapintatok. Csak egy aggódó feleség vagyok. Ha annyira szeretnéd Corradot, mint én, akkor megértenéd, hogy miért kérdezem ezt.
Akkor nyugodt lehetek? Békén hagysz minket? Ne aggódj miattam. Férjhez megyek, életem szerelméhez. Már késő bánkódni és sajnálkozni, Nagyi. Már minden késő, Tatjana. Nem tudom, mit kezdjek ezzel a fájdalommal. Gondolj bele, mit érzett volna anya, ha megtudta volna, hogy a kisbabája halva született. És hogy soha többé nem lehet gyerek. Nem, Tati, nem tudta volna elviselni, mert Gabriela nagyon érzékeny lány volt. Ha egy 16 éves lány gyereket akar, azt biztosan komolyan gondolja. Nagyon szerette azt a kisbabát. Az is lehet, hogy beleőrült volna ebbe a hírbe. És te ezt megakadályoztad. Igen. Nem vagy szörnyeteg. Előbb vagy utóbb apa is... Ő is meg fogja ezt érteni. Én már mindent értek. És még mindig a nagymamám vagy. Nem bírom elviselni, amiket mond. Megértelek, Juan, megértelek. Istenem! Ne hagyd elmenni, ne hagyd, ne hagyd! Beszélni akarsz? Kérd meg, hogy maradjon! Nem, nem akarok vele beszélni, csak tudni akarom, hogy... hová temették a lányomat. Ehhez nincs szükséged Alicia-ra. Én is tudom. Emlékszel, amikor követtél a temetőbe, és azt mondtam, hogy nem mondhatom el, hogy mit csináltam ott? Édesem! Ki ez a Luna? 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 Alicia így nevezte el a kislányt. Nagyon jó anyuka vagy. Ráérsz ma este? Vacsorázni akarsz? Nem, csak kávézni. Találtam egy filmet, szerintem tetszene neked. Kérlek, próbálj megbocsájtani neki. És te? Megpróbálod megszeretni Corradót? Jól van, Tatu, ígérem. Mindent megpróbálok, hogy megbocsássak a nagymamádnak, bár őszintén nem fűlik hozzá a fogam. Nekem nagyon fontos lenne. Jó. Én is igyekszem majd közeledni hozzád és Conradohoz is. Jó, kérlek szépen, tedd meg. Nagyon fontos vagy nekem. Egyre kevesebbet látlak, amióta innen elment. Igen, ez igaz. Szeretném, ha néha eljönnél hozzám. Amikor csak kedved van, legyél ott és érezd jól magad. Jó lenne elmélyíteni ezt az anya-lánya kapcsolatot, amit eddig nem tehettünk meg. Ismerd meg a kisöcsédet, Lautárót. Érezd velünk is olyan jól magad, ahogy Juannal és Gabrielával. Igyekezni fogok, ígérem. Sajnálom, hogy megint ezzel jövök. De Corradónak szüksége van rád. Corrado az édesapád. Hiányzol neki, és imád téged. Egy kicsit engedd magadhoz közelebb, jó? Sziasztok! Szia! Gratulálok az esküvőhöz. Óvatosan, édesem, óvatosan.
Honnan tudtad meg, Paz? Köszönöm. Francesco mondta. Ó, persze. Én is nagyon örülök neki. Most kaptál egy második esélyt, vagy inkább egy új esélyt. Nagyon köszönöm. Elmegyünk az eredményekért. Jó, sok szerencsét. Majd hívjatok. Jó. Szia, kicsim. Szia. Köszönöm. Mondd, szerinted Juan meghalotta? Azt hiszem, igen. És biztosan nem örült neki. Nehezen fogadja el, hogy... Conrado az édesapám. Ez olyan zavaros, Istenem. Köszönöm. Szívesen, igazán nincs mit. Köszönjük. Viszontlátásra. Jaj, édesem. Semmit sem értek. Ezt nem hiszem el. Tényleg semmit sem értek, Paz. Jól vagy, semmi bajod sincs. De nem látok. Ezért küldjük el ezeket az eredményeket Alejandrónak. Küldök neki egy faxot, édesem. Erre, jobbra. Gyere, drágám. Jobbra. Jól van. Csak lassan. Paz. Mi az, édesem? Kérnék valamit. Mit? Vigyél el Luna sírjához, kérlek. Rendben. Gyere, erre. Itt van, édesem. Van rajta virág? Igen, van. Alicia mondta, hogy gondozza a sírt. Gyere, itt van. Gyere, itt. Érintsd meg. Itt, édesem. Itt van. Mindig gondoskodik arról, hogy legyenek virágok a síron. Milyen furcsa érzés ez. Szörnyű, hiszen... Semmit sem látok, és nem... Nem tudok sírni. Milyen lehettél volna? Vajon kire... hasonlítottál? Izgatottan vártunk rád az anyukáddal. A mindenünk voltál. De sosem láthattuk az arcodat. Még rendes temetésed sem volt, édes Istenem. Bocsáss meg. Csak az nyugtat meg, Pász, hogy... Mi, édesem? Most biztosan az édesanyja karjaiban van. Ő ringatja. Szóval lehet, hogy ez is... Az apád mindig hazudott. Lehet, hogy ez is csak egy hazugság. A sok hazugság között. Juan. Igen? Hogy érted ezt? Hazugság? Hogy hazugság? Hogy érted ezt, édesem? Tudod, lehet, hogy a lányom életben van valahol, messze innen, nem tudom. Nézd, Juan, amikor valaki ennyire szenved, mint most te, normális, hogy az ember ilyen illúziókba ringatja magát. De gondolj csak bele, ha nem lenne halott, akkor miért cserélte ki Alicia a babákat? Nem érted, kicsim? Lehet, hogy ez is hazugság. Mehetünk? Juan. Tudod... Alicia nem hazudik.